Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. A Parallaxis podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Forgunk. Okay. Ezt a utómunkát gondozó kollégának, Ádámnak mondom, hogy 2 darab felkom fog elhangzani itt a műsor elején. Kiválaszthatod a neked tetszőt. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Köszöntjük a kedves hallgatókat a Parallaxis mai adásában. Eredeti hetekről, a Mercury 7-ről fogunk beszélgetni. Hát nekem nem annyira biztos a tudásom ebben a témakörben, úgyhogy műsorvezető társaim szilárdabb ismeretanyagára fogok támaszkodni ebben az adásban. Be is mutatnám akkor őket. Itt van velünk Nándi. Sziasztok! És természetesen Miklós. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Úgy próbáltam erre a műsorra felkészülni, képzeljétek el, hogy a Wikipédia mellett megnéztem a The Right Stuff című sorozatot, hogy egy minimális alapműveltségre szert tegyek, de nem jött össze, mert ez a sorozat ez nem egészen ismeretterjesztő jellegű, inkább ilyen dráma, de abból is közepes volt számomra. Ha gondoljátok, akkor majd elmondom, hogy mi volt a bajom. Úgyhogy felkészületlen maradtam ebben a témában, és még nem is szórakoztam annyira jól, képzeljétek el. Lehet, hogy az eredeti Right Stuff-ot kellett volna megnéznem, Miklós, az egy jobb film? Hát az eredeti Right Stuff az egy könyv. És azt kellett volna elolvasnod szerintem, mert onnantól kezdve csak lefele vezet a lejtő szerintem is. Tehát egyébként ugye az 1979-es könyve Tom Wolfe-nak, amit szerintem egy klasszikus, és egyébként a magyar fordítása is igen jó. Hát sajátos stílusú a magyar fordítás, de abszolút élvezhető, és szerencsére ez el is készült. És aztán utána ugye történt a film, ami nem véletlenül lett ugye 1983-ra időzítve. És az Igazak, ez a magyar címe. Az ugye? Igazak a magyar címe, igen, köszi, nagyon jó, hogy mondod. Ugye az 1983-as film az lényegében azért lett akkor és ott elkészítve, nagyon sokak szerint, vagy ha úgy tetszik, a rossz nyelvek szerint, mert ugye a 7 űrhajósnak az egyike, az első amerikai, aki földkörüli pályán repült, John Glenn, az 1983-ban éppen demokrata elnök jelöltségért indult, hiszen ő ugye Ohio állambeli szenátor lett. Na, politikai szempontok. Politikai szempontok, és akkor éppen dübörgött az ő kampánya, aztán végül egyrészt nem ő lett a demokrata elnök jelölt, és végül aztán nem is a demokrata elnök jelölt nyert, hanem a Reagan. De a lényeg az, hogy emiatt aztán nagyon akkor és ott, és nagyon úgy kellett beállítani ezt az egész filmet, hogy a John Glenn az egy ilyen moral kompass, egy ilyen erkölcsi iránytűje ennek a csapatnak, ami amúgy egyébként valójában talán igaz is egyébként teljesen. És hát, de hát egyszer emlékszem, hogy volt egy beszélgetésünk arról, hogy a legjobb űrfilmek. Emlékszel arra, Csaba, amikor még tavaly vagy tavaly előtt csináltunk egy ilyen top listát? Igen, igen. És akkor ott beszéltünk az Igazakról. Szerethető a film, csak egy kicsit, hogy mondjam, kreatívan kezeli a történelmi tényeket, meg a dolgokat. Meg. Tehát akkor ott a John Glenn az a jó fiúja tulajdonképpen az egész projektnek, mert most a mostani Right Stuff sorozatban ő egy ilyen kifejezetten árulkodós, hátba szúrós karakter lett, és nem állítják be annyira szimpatikusan. Az más kérdés, igen, hogy senki sem az, tehát ebben a sorozatban nekem az volt a legnagyobb kivetnivalóm, hogy kapitális seggarc mindenki. Tehát azt értem egyébként, hogy ez nem a 90-es évek már, és nem
nem a páncélos lovagok a sorozat hősök, de itt szerintem átestek a ló túloldalára, és valami olyasmit akartam érezni, hogy oké, ezek is csak emberek, de azért jó, hogy megtörtént ez az egész, és ők mentek fel. De az volt a végén az érzésem, hogy jaj, ne, csak ne ők legyenek az első űrhajósok. Igen, igen, amiről te beszélsz, akkor azt mondjuk el kedves nézőknek, hogy Magyarországon talán még annyira nagy divatja nincs, ugye, hogy ez a 2020-ban a Disney Plus csatornán, illetve hát a Warner Brothers támogatásából, és egyébként a National Geographic-kel koprodukcióban ugye kijött a sorozat, egy mini sorozat, azt hiszem 8 részből áll, ha jól emlékszem, vagy valahogy így, és október 9-e óta nézhető, én is letermeltem, tehát bizonyos szempontból ahogy jobban, több részletet jobban megragad ez az új sorozat az eredeti Tom Wolf-féle könyvből. De akkor végignézted ezek szerint te is, ugye? Én végignéztem, igen, igen, én végignéztem. Aha. De most ugye nem a sorozatokról vagyunk itt elsősorban, nem magáról a Mercury programról, de nyilván nem mehetünk el szó nélkül ezek mellett, mert valójában a Mercury program napjainkban ilyen film megfilmesítéseken keresztül jut el az emberekhez, és szerintem az a része talán, meg egy csomó olyan elemet beraktak a sorozatba, ami az eredeti könyvben nem volt, tehát még a sorozat maga is deklaráltan azt mondja, hogy ez csak így lazán kapcsolódik a Tom Wolf-féle könyvhöz, tehát több szálat átvettek, de persze ugye ezek a történelmi tényeken alapuló szálak, tehát ott Tom Wolfnak a könyve az persze szubjektív, de nincsenek benne tényszerűen hamis adatok. És ehhez képest az új sorozatban azért, és az 1983-as filmben is azért nagy szabadság van ilyen szempontból. Például teljes egészében megjelenik ez a szál a mostani sorozatban, mert hogy 2020-at írunk, ami ugye a női űrrepüléssel kapcsolatos, és akkor van ez a visszatérő téma az úgynevezett Mercury 13-mal kapcsolatban, ami a médiában úgy szeretik beállítani, hogy egy női űrhajós csoport lett volna, amit a NASA nem hagyott jóvá, és persze ez is megjelenik ebben a történetben, majd később beszélünk nyilván arról is, hogy ez mi volt, és hogy volt, de az például egy olyan elem, amiről egyetlen egy szó sincs az eredeti könyvben. Tehát, hogy itt azért ugye fel van tupírozva, meg tuningolva, és ugye van benne egy nagy adag artistic license. De hát akkor szerintem passzoljuk át a labdát Nándinak, mert Nándi, te is láttad egyrészt, valamennyit láttál a sorozatból. Igen. És hát te is azért hozzám hasonlóan, mindkettőnkről elmondható, hogy mi nagyon szeretjük a Mercury programot. Így van, magát. Így van. Ugye nekem az előzmény, tehát ugye egy kettős, egyfelől, még mikor ugye, még gyerekként ugye 80-as évek elején elkezdtem érdeklődni űrkutatási témák iránt, ugye akkor olvastam először ugye magáról, főleg engem ugye az űrhajó érdekelt, ennek a kevésbé voltam akkor képbe ugye, hogy pontosan milyen előzménye, milyen indítása volt, viszont később, amiből én elég jól tájékozottam, ugye ez maga ez az Igazak könyv volt, aminek volt egy magyar kiadása, egész pontosan jól tudom, azt hiszem, hogy a 90-es években is két, tehát egy 91-es, meg egy 92-es kiadást, ezt én a 90-es évek közepén olvastam, és ez egy rendkívül jó összefoglaló volt. Az az érdekes, hogy pont azon gondolkodtam, hogy ez volt az egyik ok, hogy azért a Mercury programmal eléggé képben vannak, de például a Gemini-vel sokkal kevésbé, ugye erről nyilván így nem írtak, vagy nem volt olyan jelentősége, viszont nekem például a tudásom a Mercury programból nagyon nagy mértékben ezen alapult. A filmsorozatból most én az első és az utolsó részt néztem meg, nagyon vegyes így a véleményem, tehát nagyon érdekes egyfelől, ugye teljesen ezen alapul, De nyilván, amit ti is mondtatok, hogy azért nagyon sok egyéb szál bejön, meg így a megközelítésen is ugye változtattak. Elég profin kivitelezett sorozatról van, szóval szerintem a képi világa is klassz, a színészi játék is, ugye akkor viszont ami érdekes, hogy elég lassú, tehát ez olyan érdekes, hogy nem egy mai ismeretterjesztő jellegű, hanem kicsit így valami más megközelítést kapott. Mondom, vegyes a kép. Ez a két rész, ez így lement, de most nem akarok csinálni, de mondjuk annyira nem hiányzik, hogy a köztes hat részt is végignézzem. Ennyi ugye elég volt, és mondjuk pont a legizgalmasabb részek is, ugye az utolsóban lényegében ugye a Shepardnak az útja
ott, ami nagyon klasszul, látványosan meg van csinálva. Ami még érdekes szerintem, hogy azért átvettek az elmúlt időszak hasonló típusú filmjeiből, hogy mondjam, ötleteket, effekteket, megoldásokat. Itt még a Szájút sorozatot is mondanám, vagy filmet is mondanám, az orosz, emellett ugye ezeket a most ilyen az Apollo kapcsán készített dolgokat emelném még ki. Úgyhogy körülbelül ez így az első benyomás, amit így éreztem, és így... De jó volt az a Szájút film, úgy emlékszem. Hát ez egy marha jó volt. Tehát az tényleg zseniális. Na, olyan apróságok nekem hiányoztak például ebből a sorozatból, mint a Szaljút, vagy az Apollo 13, vagy korábbi művekből, hogy a technikai részére nem fektettek olyan nagy effortot, olyan értelemben, hogy ilyen kis nagyon finom mérnöki megoldásokra lettem volna kíváncsi, mint például az Apollo 13-ban, amikor azt a légszűrőt elkészítik ott rögtönözve, meg mik voltak azok a technikai feltételek, amiket határidőre teljesíteni kellett, és ezek benne voltak, úgy éreztem, hogy amikor felbocsátják a csimpánzt, ott is többet lehetett volna mondani, a vízre bocsátási tesztek is, mind be voltak mutatva a sarokpontok, de úgy érzem, hogy nem mondtak róla semmit, hogy az miért, technikailag miért fontos, vagy mi az úttörő ebben a dologban. Mindennek csak az ember, hát most a csakot idézőjelben mondom, mert az is jó dolog, ha bemutatjuk, hogy emberileg hogyan reagálnak erre, de én kielégületlen maradtam a mérnöki szempontból, hogy mik voltak azok a tényleges lépcsők, és ezért fordulok most hozzátok bizalommal, és ha már mondtátok, hogy nagy Mercury fanok vagytok, nektek mit jelent a Mercury program, hogyha ezt így kimondom, akkor mi az első benyomás, vagy érzés, vagy valami, amivel meg lehet fogni számotokra, hogy nektek ez mit jelent ez az egész, egy hős korszak, vagy valaminek a kezdete, vagy hogyan tudnátok ti ezt a saját szavaitokkal megfogalmazni, hogy nektek ez mi? Akkor kezdem. Nagyon érdekes, tehát nekem, bármennyire, hogy ez a kezdete volt az amerikai emberes űrprogramnak, vagy a személyeken keresztül, hogy mindig a Holdhoz térek vissza, tehát én mindig azt keresem, hogy ezek közül ugye kiment a Holdra, vagy volt-e ugye itt a Shepard ugye járt, vagy aki ugye a hetek közül ugye nem repült egyedül, ugye a Slayton, aki ugyan a Holdra nem ment, de az utolsó Apollo misszió, vagy a Soyuz Apollo repüléssel 75-ben járt az űrben. Tehát én mindig kicsit úgy hozzájuk kapcsolom, illetve ezeket, ami mindig eszembe jut, hogy ezek a sztorik, amiket mindig felemlegetnek, ugye ez megjelenik az eredeti kötetbe, ugye megjelenik itt, de bárhol, ha ugye ezekről beszélnek, ugye ezek a műszaki problémák, meg nem teljesen kiforrott technikai megoldások, itt valóban nem megy a mélységű velem emberi oldalról vizsgálja, ezek, amik nekem mindig elsőre eszembe jutnak. Igen, és egyébként szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, mint Nándi, én is, hogy akik ugye a 90-es években kezdtünk el érdeklődni az űrkutatás iránt, azok ugye akkor egy óriási lökés volt az Apollo 13 film, tehát én is először az Apollo ragadta meg a képzeletemet, és akkor utána tanul hozzá az ember, hogy ja, hát persze az Apollo az nem ugye semmiből jött, hanem volt neki előzménye, és akkor utólag ugye, hogy felfedezi az ember az egész hidegháborús légkört, meg ezt az egész mai szemmel felfoghatatlan sebességgel zajló eseménysorozatot, az olyan szinten magával ragad engem, hogy egyszerűen én, ami nekem kérdezted, mi jut eszembe a Mercury-ról, nekem ilyen érzések jutnak eszembe. Ez az a korszak, amire aztán később büszkén gondol vissza az ember, aki részt vett már ilyen projektekben, és sajnos a mi generációnkban nem sok ilyen adódik meg, vagy adódott, de például a háborúkra jellemző, vagy hát nem magábra a harcra természetesen, hanem például a hadifejlesztésekre, mint például gondoljunk az atombomba projektre Los Alamosban, az a fajta légkör, amikor iszonyatos mennyiségű adrenalin termeléssel és óriási mennyiségű túlórával gyakorlatilag nagyon záros határidőn belül a lehetetlent kell kihozni technikailag, megvalósítani valamit, és ez egy ilyen projekt volt. Tehát gondoljunk bele, hogy 1959-ben toborozták az űrhajós csoportot, és az egész sorozat egyébként kb. Arról szól, hogy mennyi késés van,
De mai szemmel teljes mértékben hihetetlen, hogy ennek ellenére 1961 májusában fölment egy ember az űrben, úgy, hogy az egész projekt 1959-ben kezdődött. Tehát vegyük észre, hogy itt gyakorlatilag egy másfél éves, annál kicsit hosszabb időtartam alatt történt meg ez a fejlesztés, és a NASA akkor még valóban gyerekcipőben járt, hiszen magát a NASA-t 1958 végén alapították meg, tehát gyakorlatilag 59-ben kezdték el a munkát, nyilván nem előzmények nélkül, ugye volt neki egy előtszervezete, de egyáltalán nem az az óriási, nagy, robusztus, adminisztratív szörnyeteg volt sok tízezer alkalmazottal, mint napjainkban, hanem egy, tulajdonképpen egy, az egész Egyesült Államokban mindössze pár ezer főt foglalkoztató, nagyon lelkes, nagyon sok fiatalból álló szervezet, nagyon sokan 20-as éveikben jártak a film a mérnöki főhősök közül, ugye a pilóták azok valamivel idősebbek voltak, ugye John Glenn volt a legidősebb közülük, ott 40 éves korában toborozták, vagy 40 éves volt 1960-ban, ugye John Glenn ugye nem, 21-ben született, jó, tehát már 40 felé közeledett, de a mérnökök, akik ezeket a dolgokat konkrétan megvalósították, akik az irányító központban ültek. Nagyon sokan az egyetemről estek be. Gyakorlatilag bachelor degree-vel oda jelentkeztek, és kb. Mindenkit fölvettek, mert olyan mennyiségben kellett felhívni, nem akárkit, de olyan mennyiségben kellett felvenni az embereket, és persze voltak itt, aztán gyorsan ki is rúgtak, mert ez egy nagyon kompetitív környezet volt, de állásinterjú nélkül vettek föl embereket. Például Gene Kranz, a későbbi repülés irányító, írja a memoáriában, ami magyarul is megjelent egyébként Kuti Zoltánnak a tök jó fordításában, Houston baj van a címe magyarul, és abban írja, hogy őt például úgy osztották be a későbbi Kennedy űrközpontban, ugye az akkori Cape Canaveral légitámaszpontnak az S hangárjához, ahol az irányító központban az űrhajósok felkészítése zajlott, hogy nem találkozott senkivel, tehát nem volt egy személyes állásinterjú. Tehát tényleg a hadi időket, a harci szellemet idéző tempóban és sebességgel és célratörőséggel zajlottak a dolgok. Akkoriban nem volt idő az adminisztratív utakra, hanem hogyha az ember meg akart beszélni valamit, hogy egy rakétafejlesztésben módosítást kellett csinálni, akkor például egy mérnök simán oda mehetett például, hogy a könyvben leírja Tom Wolf, az ebédlőben, a menzán oda mehetett mondjuk Werner von Braunhoz, a rakéta fő tervezőjéhez, ugye a rakétatechnika felkent apostolához az Egyesült Államokban, és gond nélkül meg lehetett vele beszélni, mert egyszerűen nem volt más lehetőség, hogy megcsinálják a munkát. És ez a fajta adrenalin termelő, brutális szellem, ami ráadásul egy szép célhoz kapcsolódik, mert mondom, hogy háborús időket idéző sürgetés van a dologban, de mégis egy szép cél. Tehát azért a világűr meghódítása embert az űrbe, az egy olyan lelkesítő cél, ami még sokkal jobb, mint mondjuk az, hogy dobjunk egy bombát Japánra. És nekem ezért ez egy szimbólum. Tehát a Mercury program ez egy szimbólum. Nyilván az orosz oldalon is ugyanilyen dolgok történtek, de ez egy másik társadalomban máshogy történt, sokkal kevesebb adatunk van, nincs annyi beszámoló. A Mercury program azért is jó, mert végig, és egyébként ez egy óriási pluszpont, mert az egész azért a politikáról is szól, egy óriási pluszpont az amerikai rendszernek és hozzáállásnak, hogy végig az egész teljesen nyilvánosan zajlott. TV közvetített az összes felrobbant Atlasz rakétas tartott, minden. Úgyhogy ezért aztán ez egy kollektív élmény volt akkoriban. Na hát akkor megnyugodtam, mert valami hasonló érzés kell nekem is, amit ti elmondtatok, hogy ez a politikai nyomás, a technikai felkészültségnek fel kell venni a verseny túlórával, erőfeszítéssel és teljes erőbedobással, hogy sikerüljön egy ilyen dolog. És láttuk a filmben is ezeket a kudarcokat is, de kíváncsi lennék, hogy mi volt az oka, például itt van a Little Joe egy kudarc. Azt hiszem, hogy talán ezt láttuk először, amikor ott mindenki premier plánba nézi, ott ülnek a családok, és ilyen nagyon drámai módon ugye megtörténik a robbanás. Na ennek mi volt a műszaki
tartalma, vagy az indoka, az oka, hogy ez így megtörténhetett. Bocsánat, egy korrekció, mert volt egy Little Joe nevű rakéta, de volt egy Big Joe nevű kísérlet. És a Big Joe volt az igazán nagy robbanás. És a Big Joe-t láttuk a filmben. Igen, akkor? Mert a Little Joe az csak egy icipici rakéta volt, ami alig volt hosszabb, mint maga a Mercury kabin, és azt csak arra használták, hogy a leejtőernyőzést tudják tesztelni. Tehát az csak a Little Joe-val csak 16 kilométer magasra föl lehetett pöckölni a kabint, hogy leszálljon ernyővel. Azzal talán nem is volt baj. A Big Joe volt az Atlas rakéta, a fő mumusnak az első tesztje, és az volt az, ami a filmben is megjelenik, hogy óriási füsttel, lággal, robbanással szórakoztatta a nagy érdeműt. De én nem tudom a technikai részleteket, úgyhogy amíg itt fellapozom az űrhajózási lexikon ide vonatkozó oldalát, átadom Nándinak, hát ha te tudod. Még egy kicsit kapcsolódom az előzőhöz, de ide is kapcsolódik, hogy ugye említetted ezt a sebességet, ami jellemezte ezt a korszakot, és nyilván minden ilyen műszaki fejlesztésnél nyilván ez az időfaktor magával hozta azt, hogy nyilván voltak hibák, kettő meg szinte egy lehetetlen küldetés volt, és mégis megcsinálták, de miért elkezdtem mondani, hogy megjelenik a filmnek az utolsó részében, a sorozatnak az utolsó részében, már egy epizód, amikor bejátszak egy arri felvétel, ugye Kennedy-t, és már ugye a Holdra szállásról beszél, ugye a Hold program indításáról, és érdemes megnézni, hogy az arcokat, ugye mutatja a sorozat a két NASA vezetőnek az arcát, hogy ugye milyen kétkedéssel fogadják, és úgy fogadják kétkedéssel, hogy megint beleviszi őket egy időspirálba, hogy lehetetlen lesz, de mégis sikerült. Hogy ez a 10 éves Holdra így szállási van, így van. Cél, és valami olyasmi hangzik el, hogy ez a mi bőrünkre megy, de valójában ugye ezt is sikerült megvalósítani. És ugye minden műszaki kudarc, ami ugye ezt kísérte, amivel azért lássuk be, hogy azért elég jól kijöttek, és ugye ez elengedhetetlen feltétele minden ilyen programnak. Legfeljebb ugye nem tudtunk róla, amikor a Szovjetunióban volt ilyen, vagy pedig manapság ugye bármelyik másik űrhatalomnál, vagy akár a NASA-n mindenhol történnek ilyenek. Úgyhogy hát vagy bármilyen műszaki projektnek, nem? Ti is műszaki emberek vagytok, jót tesz a határidő nektek is, nem? Így van. Ez pontosan így van, úgyhogy az a lényeg, hogy ezen viszont ugye sikerült magukat túltenni, és lényegében ugye egy sikeres program volt. Egyetlen dolog, ami miatt ugye mégis annak a Mercury programnak a sikerességét meg szokták kérdőjelezni, az, hogy az oroszokat ugye nem tudták megelőzni. De hát és megvolt az oka, hogy amit Miki is említett, hogy ugye itt minden nyilvánosan zajlott, de hát ugyanez volt ugye végig gyakorlatilag ebben az időszakban. Az oroszok ugye tudták, hogy mikor ezt követték, és tudatosan előztek be, az amerikaiak meg ugye maximum titkosszolgálati jelentésekből értesülhettek meg ilyen nagyon töredékes félinformációkból, éppen hol tartanak egy-egy konkrét fejlesztésnél, és ez az egy, ami miatt egy kicsit keserű volt ez a dolog, hogy lényegében ugye Gagarin előzött, ha nem is sokkal, de előzött. Igen, és egyébként most közben egyébként megnéztük a Mercury Atlas 1 nevű repülést, ugye a Big Joe volt a Bece neve az Atlasnak akkoriban, és a Mercury Atlas 1 repülés volt az, amit látunk a filmben, ami, ahogy a neve is mutatja, az egyik első olyan kísérlet volt 1960. július 29-én, hogy fölrepüljön egy Mercury kabin az űrbe, viszont hát egy úgynevezett strukturális structural failure történt 58 másodperccel a start után, amikor 9 kilométer magasan járt a kabin 3 kilométerre a parttól, és egyszerűen pontosan ebben a pillanatban, ez akkor történt ez a szétesés, amikor ugye a rakéta eléri a maximális dinamikai nyomás tartományát, amit úgy hívnak, hogy Max Q, ugye a Q betű jelöli az áramlástamban a dinamikai nyomást. Ez konkrétan akkoriban történik, amikor eléggé felgyorsul a rakéta ahhoz, vagy a repülőeszköz ahhoz, hogy átlépje a hangsebességet, és akkor bizony olyankor óriási nyomás nehezedik rá, hiszen kb. A lökés hullámként maga elé gyűri a levegőt ilyenkor az űrhajó, tehát tényleg egy megnövekedő nyomás nehezedik rá, amiről egyébként még néhány évtizeddel korábban azt hitték, hogy konkrétan nem is lehet áttörni,
ugye ez volt a hanghatár, vagy a hangfalnak az áttörése, mint olyasmi, amiről 1947-ig ugye nem is nagyon tudták, hogy repülőgéppel át lehet törni a hanghatárt. Na hát, de persze a rakéták is persze mindig áttörik a hanghatár, de ilyenkor a legnagyobb a rászkódás, hát ilyenkor bizony egészen egyszerűen az történt, hogy széjjel esett ez az a rakétában, és szétrobbant. És ez azért volt egy nagyon fontos, és tényleg egy ilyen meghatározó lelki élmény, mert ezt is 1960-ban járunk, júliusban, és az eredeti tervek, ne felejtsük el, arról szóltak, hogy 1960 végéig a Mercury program embert küld az űrbe. És itt tévén közvetítettem, hogy kint voltak az űrhajósok és a családjaik, látták. A filmsorozat érzékletesen bemutatja, hogy magyarázza az egyik űrhajós, azt hiszem talán Gordon Cooper a gyerekeinek, hogy képzeld, ott ülök rajta, most következik a legnagyobb rászkódás, figyeljetek, és akkor átsuhanok, és már a földkörüli pályán leszek nem sokára, és akkor felrobban, szóval, és bum. És bum. Na most azért volt ez egy nagyon-nagyon-nagyon hatásos és meghatározó élmény volt akkor, mert ugye nehogy azt higgyük, hogy az Oroszországban kevesebb rakéta kísérlet volt, ami kudarccal végződött, csak ők mindent utólag jelentettek be. És ráadásul fényképek nélkül. Hiszen nyilván ezeknek a rakétáknak nem kell mondanunk, hogy hadászati jelentősége is volt. Tehát ilyen módon tulajdonképpen azt tűnik egy kicsit abnormálisnak, ha jobban belegondolunk, hogy az amerikaiak ennyire nyíltan csinálták az egészet, de pontosan ezt egy ilyen presztízs dolognak érték meg, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint az oroszok, mi előre bejelentjük, mutatjuk tévében, stb. És akkor tehát kialakulhatott, és ugyanez megtörtént, mint az első amerikai műhold indítása előtt. Ugyanez a történet, hogy annak rendje és módja szerint, hogy minden mérnöki fejlesztési programban történt egy csomó kudarc, mielőtt sikerült felszenvedni egy műholdat. Négy hónappal az oroszok műholdja után. Tehát semmi különbségnek nem tűnik ez, de akkoriban azt hitték, hogy ez kb. A világ vége. és akkor látták ezt a robbanást, és az oroszoktól meg persze mindig csak a jó hírek jöttek. Az orosz műhold az mindig pályára áll. Hát jó, hát nem jelentik be azt a 15-öt, ami nem áll pályára. Tehát, hogy ez mindig így megy, és látták. És annak ellenére, hogy a Big Joe, vagyis Atlas rakéta, az nem az a rakéta volt, ami egyébként a Mercury program első emberes repüléséhez kellett volna. Tehát ilyen módon közvetlen hatása arra, hogy például az első embert az űrbe a Mercury programban mikor küldik fel, nem volt ennek a kudarcnak, de a lelki sok, amit ez kiváltott, az fenomenális volt, úgyhogy a NASA elhatározta, hogy a következő repülés az tökéletes lesz, és megint oda csődítette a tévét, és elment az Egyesült Államok alelnöke, meg mindenki ott volt, és ott nézték, hogy mi történik, és akkor az már nem is ez a rakéta volt, hanem konkrétan az a Redstone rakéta, amivel majd tervezték az első embernek a repülését, egy rövid 15 perces úgynevezett szuborbitális pályán. Persze még ember nélkül ki akarták próbálni, és az volt az úgynevezett pezsgődugó kudarc. Ugye? Az nem egy látványos robbanás volt, hanem az meg egy komikus epizód volt. Ugye ott mi is történt? Ugye az történt, hogy ott állt a rakéta az indítóálláson, nézi az egész ország élőben a tévén, tehát az... Ja, ez a puskás jelenet volt? Így van. Na, az nagyon érdekes, amit mondasz. De ez megtörtént eset, hogy ott volt a rakéta tetején a Mercury kabin, de a rakéta nem indult el. Tehát egy hibás jel miatt a rakéta végül nem indult el, ott volt teljesen feltöltve üzemanyaggal, ami viszont elindult, hogy rohadt vicces legyen az egész, az a Mercury... Tehát, hogy nem indult el a rakéta, ott maradt a helyén. Senki nem tudta, hogy most mi lesz. A Mercury fedélzeti számítógépe viszont azt hitte, hogy a rakéta elindult. És ezért annak rendje és módja szerint, miután el nem indult a rakéta, utána, ahogy neki az kell, ugye a Mercury az úgy repül, hogy mit tudom én, kb. 3 perccel a start után, amikor már fönt van az űrbe, akkor leválik a mentő rakétája. Majd a repülés legvégén kinyílik az ejtőernyője az űrhajónak. És akkor, mivel hogy ő azt hitte, hogy a repül, ezért a Mercury kabin valóban, miután ott állt a rakéta, 3 perccel később látták az emberek, hogy a rakéta tetejéről az a pici bigyó, az a mentőrakéta, ugye, aminek, ahogy a neve is mutatja, az a feladata, hogy hiba esetén leszakítsa az űrhajót a rakétáról, hogy az űrhajós ne robbanjon föl. De amikor már túl vagyunk a felszállási szakaszon, akkor ugye erre már nincs szükség, és akkor az magától úgymond elrepül. És utána, ha még nem lett volna vége az egész történetnek,
akkor utána az történik, hogy oké, amikor még eltelik 5 perc, és akkor ki kell nyílni a leszálláskor az ejtőernyőnek, akkor lepukkan az ejtőernyő fedél, és kinyílik az ejtőernyő. Tehát a Mercury kabin végigcsinálta szépen a repülést, csak közben el se indult. És ez ugye rohadt vicces, csak ne felejtsük el, hogy ebben a pillanatban mindenféle alátámasztás nélkül már, hiszen a start pillanata előtt az irányító toronyról visszahúzódnak ezek a fogóbigyók, amik oda fogják a rakétát. Tehát ott áll egy helyben egy talán petróleummal, vagy nem tudom mi volt az üzemanyag, talán RP2-es kerozin, meg oxigén, folyékony oxigén, szóval mindenképpen egy robbanó L1-el feltöltött rakéta, ott áll a tetején egy kabinnal, mindenféle alátámasztás nélkül, és az egészről lelóg egy ejtőernyő, amiben bármikor belekaphat a szél, és akkor az egész felborul és felrobban. És mindezt egyébként élőben közvetíti a tévé. És valóban akkor Csabi, léci, meséld el, mert az teljesen igaz a történet, amit elkezdtél mondani a puskáról, de hogy is volt ez? Hát igen, hogy egy nem is tudom, hogy kicsoda, egy puskával elindult a rakéta felé, hogy akkor azt most szét kell lőni, és úgy fog megoldódni ez a helyzet. A film szerint maga Werner von Braun, aki a Redstone rakéta főtervezője volt, ugye a II. Világháborúból, Németországból importált rakétatudós. Na most ugye, az Gene Kranz is leírja a memoáriában, még egyszer az a címe, hogy Houston baj van, Kuti Zoltán fordította, tök jó, tessék elmenni és megvenni, ha még kapható. Abba tök jól leírja, hogy igen, elkezdtek azon agyalni, hogy hát ott van ez az üzemanyaggal feltöltött rakéta. Mi a franc történjen? És akkor azt mondták, hogy ugye nyilván nem szabad megközelíteni a rakétát, amíg még úgymond élesítve vannak azok a patronok, amik felrobbanthatják bármikor a rakétát. Azért vannak eleve ilyen töltött elektromos patronok vannak a rakétában, amiket pont azért, hogyha mondjuk lakott terület fölé repüljön, akkor távirányítással fel lehessen robbantani, mint ez sokszor történt is. Viszont ez ott állt, feltöltve, ezek töltött állapotban ott voltak ezek a piropatronok, és bármikor bármi történhetett, és fennállt az esélye, hogy ez vagy felbillen, és azért robban föl, vagy felrobbantják ezek a valamik. És akkor von Braunék azt mondták, hogy mivel nem mernek a közelébe menni, mert több kilométerről kell ilyenkor elkerülni a rakétát, ezért puskákkal bele kéne lőni, hogy akkor esetleg onnan kispriccel a hajtóanyag, és akkor ez megoldja a problémát. De végül megtanulták, hogy jobb, ha várnak, és akkor néhány óra alatt lemerültek az aksik, és akkor már nem kellett attól félni, hogy detonáció következik be, és akkor oda mentek a közelébe is. Tehát, hogy ilyenek történtek. Na, ezt jó, hogy elmondtad, mert én nem értettem meg ennek a háromnegyedét se, ami a filmben a képek alapján átjön. Lehet, hogy kéne egy ilyen narráció tőletek ehhez a sorozathoz, és akkor azt ott bekapcsolhatná a kedves néző. A von Braun egyébként egy ilyen abszolút ugrásra kész embernek, egy ilyen hirtelen cselekvő embernek van beállítva szerintem ebben a produkcióban, aki kontrasztot mutat az USA-nak ezzel az ilyen biztonsági játékával szemben. Ez is egy ilyen dilemma a produkcióban, ami egyébként jó, meg jól van bemutatva, hogy az oroszok megcsinálják, mert kockáztatnak, és mi meg itt szarakodunk. Igen, de ebben ez a nyilvánosság is egy fontos aspektus volt. Tehát az oroszok azért lehettek úgymond, azért követhették azt a filozófiát, mert egyrészt, ahogy Hruscsov mondta akkoriban, ugye nálunk a rakéták úgy jönnek le a futószalagról, mint a kolbász a gyárban. és ha ez így van, de amúgy Amerikában is, csak hogy az oroszok... Ők tényleg azt mondták, Amerikában, hogy ha 10 repülésből egy sikerül, akkor az már siker. Tehát ők ez a kísérletek közben tanuljunk attitűdöt folytatták. Nyilván, hogyha ők is minden startot élőben adtak volna a tévében, akkor azért 2-3-szor is meggondolták volna. Tehát ez kellett ahhoz, hogy a Gagarin legyen az első. Én ebben tuti biztos vagyok. Ez igaz. Így van, és akkor még ugye tartott a lendület is az orosz űrkutatási program. Ugye később azért ugye Koroljov halála után lássuk be, hogy nyilván onnan volt a lejtmenet, és az, hogy ugye a Holdért folytatott versenyt is elvesztették, ugye ennek azért fontos szerepe volt. Itt voltak szerintem
a csúcs közelében, vagy a csúcson, ez az időszak, vagy mondjuk úgy mondom még ugye a 60-as évek közepéig esetleg. Abszolút. És egyébként meg is kell, hogy mondjam, hogy elegánsan és szépen csinálták meg az oroszok. Tehát, hogy oké, hogy azt látjuk, ha megnézzük a törikönyvet, hogy 61. április 12-én fölment Jurij Gagarin, és akkor 3 héttel később, 61. május 5-én a Mercury Redstone 7 fedél, vagy a Mercury Redstone 3 fedélzetén, vagy most nem is tudom már mennyi, de a lényeg, hogy a Freedom 7-nek keresztelt űrkabin fedélzetén Alan Shepard. Tehát az amerikaiak egy picit le voltak maradva, úgy tűnhet. Tehát valójában azért a két űrhajó rendszer ég és föld. Tehát eleve ugye Gagarin megkerült a Földet, földkörüli pályára állt, az amerikaiak tervében sem szerepelt, hogy a Shepard ezt csinálja, hiszen ahhoz kellett volna ez a kicsi robbanékony Atlas rakéta, ami még nem állt akkoriban készen erre. Az amerikaiak ezt az úgynevezett űrugrást csinálták, ami gyakorlatilag egy 470 km hosszú parabola pálya volt, tehát egy kis 15 perces kiruccanás, ugye Cape Canaveral tör a Bahamákig, 5 percnyi súlytalansággal odafönt, és aztán vissza. Egy nagyon rövidre tervezett repülés, és ezt kell párhuzamba állítani azzal, hogy Gagarin űrhajója az földkörüli pályára állt, ami azt jelenti, hogy persze Gagarin egyébként 108 perces űrrepülést hajtott végre, de ugyanezzel az űrhajóval akár 10 napos űrrepülést is végrehajthatott volna, hiszen annyi oxigén volt, és egyébként akkora hely volt az űrkabinjában, hogy aztán néhány évvel később egészen kicsi módosításokkal ugyanebbe az űrkabinba, ugyanilyen űrkabinba még 2 embert be tudtak tenni az oroszok. Tehát, hogy a Mercury-ba ezzel szemben körülbelül 1 embert alig lehetett kb. Bepréselni, úgyhogy megfelelően mocorogjon, és igazából tényleg akkoriban az a duma járta, hogy az ember az űrkabint azt igazából abban nem beszáll, hanem magára veszi. Tehát már csak az adatokat megnézzük, hogy a Mercury kabinok 1 tonna körüli dolgok voltak, cakkunt-pak, visszatérő hajtóműrendszerrel meg mindennel együtt, és a Vostok űrhajók viszont 4 tonna körüli dolgok, tehát itt az oroszok igen masszívan ledominálták az amerikaiakat. És tényleg nem csak arról van szó, hogy egy hajszálnyival a Gagarin az előbb ment. És tehát innen kell értékelni azt, hogy az amerikaiak milyen szépen fölzárkoztak, és aztán valóban Korolyov halála után, meg az Isten minden pénzével, amit ők kaptak erre a projektre, meg a tök jó szervezési menedzsment struktúrájukkal, tényleg gyakorlatilag 1966-ra leelőzték a Szovjetuniót ezeken a területeken, de azért ezek nagyon, nagyon kielezett verseny volt ez az elején. Azt így van, mondani. És ehhez kapcsolódom, amit mondtál, hogy ugye lényegében, hogy az első amerikai orbitális repülés, az egy évvel volt gyakorlatilag Gagarin után, mert John Glenn ugye 62. februárjában repült, és ugye amit gyakorlatilag majdnem minden űrhajózással, űrkutatással foglalkozó szakmai meg ismeretterjesztő kötet így említ, hogy ugye sok esetben a nemzetközi statisztikában ugye az űrugrásokat nem tekintik egyenrangú űrmissziónak, és ezért ugye Shepard, mert utána Grissom is lényegében azzal, hogy ugye végrehajtotta az űrugrást, nem feltétlenül az első amerikai, hanem az maga ugye Glenn, aki a földkörül repülést végrehajtotta, erről sem szabad megfeledkeznünk. Ez így van, abszolút, és egyébként ott a személyes szál, hogy John Glenn repülése azért tulajdonképpen annyira emlékezetes maradt, hogy nagyon sok fejben, és nem hiszem, hogy azért, mert ők a nemzetközi jogi statisztikákat böngészik, de nagyon sok amerikai fejben úgy él John Glenn, hogy ő volt az első űrhajósunk. Ugye ez is egyike ennek a Mandela effektusnak talán, amiről múltkor beszélgettünk, ugye, amikor azt néztük, hogy még Ádámmal és Csabával, hogy akkor az univerzum az valóban esetleg egy mátrixban élünk-e. Vannak ilyen dolgok, amiket majdnem mindenki rosszul tud, és hát ilyen értelemben tényleg John Glenn akkora nagy közönség kedvenc volt ez az úr, amit egyébként a film is jól bemutat, nagyon jól tudott bánni a médiával, a legtöbb ilyen mufurt, kisé zárkózott, nagyon privát ember, nagyon privát körben kinyílni tudó
többi vadászpilótával szemben, akiket beválogattak ebbe a hétfős csoportba. A John Glenn az már rögtön az 1959-es legelső Dolly Madison házban tartott sajtótájékoztatón, amikor a nemzet űrhajósait bemutatták a sajtónak, már akkor levette a lábáról az egész amerikai sajtót, mert hát lyukat beszélt mindenkinek a hasába. Ő már korábban is szerepelt a tévében, akkoriban volt egy ilyen Name This Tune, vagyis hogy nevezd meg ezt a dalt nevű, ilyen kinyer ma típusú műsor, mert fel kellett ismerni, hogy milyen zenét hallanak, de nem klasszikus, hanem ilyen pop. Hát akkor meg nem így hívták, tehát ilyen, mit tudom én, ilyen korabeli könnyű zenét kellett fölismerni, és hát már eleve egy ismert ember volt. Tehát, hogy már eleve nagyon sokan azt hitték, hogy ő lesz az első űrhajós, és aztán 1962-ben tényleg ő lett az első ember földkörüli pályán az amerikaiak közül, és ezért aztán nagyon sok fejben úgy él, hogy a John Glenn az első amerikai űrhajós, holott ilyen értelemben a harmadik volt, ahogy okay. Nandi mondta, hiszen a Shepard meg a Grissom még 1961-ben megtették a maguk kis 15 perces repüléseiket a Redstone rakétával, ami technikailag már az űrben volt, hiszen abszolút, persze az űrnek nincs egy egyezményes határa, vagy hát igazából több szintértéket is mondanak, ezért aztán ez egy hálás vita téma, hogy hol kezdődik az űr, de hát azt kell mondanunk, hogy ezek a repülések azért fel tudtak menni akár 200 kilométer körüli magasságra. Hát aki nem ismeri teljesen a történelmet, azt maga ez a sorozat is kicsit félreviheti, mert az elején ugye látjuk a John Glennt, az Alan Shepardot, és a Gordon Coopert, ők a három főszereplő. Ebből azt gondolná az ember, hogy ők lesznek a top 3. De aztán nem, tehát a Grissom lesz ott, ugye, ahogy Nandi is mondta az előbb. És nem tudom, hogy miért ezt a megoldást választották a Grissomnak, nem olyan érdekes az élete? De. Mert ugye most a John Glenn az egy tuti, tehát mondta a Miklós most, hogy ő egy újak köré csavarja a politikusokat, a médiát, ő egy ilyen manipulatív ember. Ő nyilván főszereplőnek ide illik. Az Alan Shepard is egy eléggé elhivatott, mondhatnám azt, hogy túlságosan is itt a filmben egy önmagától kicsit elszállt, de azért a saját démonaival küzdő figura. De mi a helyzet ezzel a Grissommal? Róla semmit nem tudok a film alapján. Lehet, hogy a Coopernek a magánélete az egy tényleg érdekesebb szál volt. Olyan szempontból, hogy neki a családi, tehát neki egy ilyen kamu családi életet kellett kialakítania, hogy tulajdonképpen megfeleljen ennek a űrhajós celeb eszménynek ott a korai Amerikában, de a Grissomról nem mutat ennyit a filmet. Igen, valószínűleg ezért, és az az érdekes, hogy egyébként meg ugye mindig előkerül, ugye ezzel a Merkurius-hoz is kapcsolódó történettel, hogy ugye a visszatérés során, ugye volt ez, hogy egy kinyílt az a leszállás után az ajtó, ami ugye egy komoly vita volt, hogy azt ő nyitotta ki, vagy lerobbant, és ugye elsüllyedt az űrkabin, és majdnem Grissom is odaveszett, viszont később ugye ő volt ugye később nevezték Apollo 1-nek, de az a földi kísérlet volt, amikor ugye három amerikai űrhajós bent égett, már ugye az Apollo űrhajó kísérletei során, és ez ugye mindig azt mondják, hogy ez volt az, hogy utána az ő esete okán szedték le ezt a műszaki megoldást, majd pedig ez volt az ok, hogy szerencsétlen meg bent égett. Tehát ő viszont előkerül más szegmensbe, de valóban érdekes, hogy itt a filmnél kevésbé, tehát egy ilyen mellékszereplő itt ugye a hetek szempontjából teljesen lényegtelen a szerepe, de viszont ugye a valóság kárpótolta, azzal sajnos ez egy tragédia miatt is ugye az ő neve fennmaradt, így gyakorlatilag így a Hold fanatikusok körében is. Igen, például a Holdon is róla is el van nevező persze egy kráter, mint ahogy a két másik űrhajósról is, akik bent égtek. És ugye a kettő között azért Grissom annyira nem lett kegyvesztett, hogy a legelső Gemini űrhajónak ő volt a parancsnoka. Tehát, hogy ugye a harmadik repülése lett volna neki ez az Apollo 1, ami ugye nem következett be, mert ugye sajnos 67. január 27-én bent égtek a kabinban. És egyébként tényleg ez a sorsnak annyira durva a furcsa kanyarja, amit Nandi mond, hogy valóban az Apollo volt az első űrhajó, amire már kifejezetten nem tervezték ezt a gyorsan kirobbantható ajtót,
Tehát, hogyha az lett volna, akkor a földi teszt során lett volna idejük kimenekülni az űrhajósoknak, de éppen annak a Grissomnak kellett vendégnie így, akihez köthető ez az elsüllyedt kabinos történet, ami miatt végül úgy döntöttek, hogy az Apollón ne legyen robbanó záras ajtó. Ez önmagában megérne egy külön történetet. Most, hogy itt miért a Coopert vették elő, az egy sokkal érdekesebb kérdés, mert a Cooper családról az valóban igaz, amit mond a Csaba, hogy, és ezt egyébként írja Tom Wolfe is, meg ez egy ismert történelmi tény, hogy ők gyakorlatilag már külön éltek a feleségétől, és akkor persze, hogy amikor jött, már kezdtek komolyra fordulni az űrhajós válogatási dolgok, és akkor jöttek már, hogy már pszichológusokkal is kellett beszélgetni, meg HR-esekkel, akkor bizony ugye be kellett mutatni a kisvárosi tökéletes amerikai családi idillt, és hát ehhez végül visszaédesgette úgymond feleségét, a Trudy Coopert, viszont ami... És a végén elvigyezte. Na ez az, hogy ezt akarom mondani, hogy innentől van az, hogy miért történik ez az egész dolog most, és hogy miért a Cooper került ennyire elő a filmben, mert az is egy tény, hogy a Trudy Cooper, vagyis a Cooper, Gordon Cooper, Leroy Gordon Cooper felesége, ő tényleg egy pilóta volt, motoros gépeken repülő, tök jó pilóta nő, valóban úgy ismerkedtek össze, és az már a filmnek a teljes mértékben fikciós aspektusa, és megígértem, hogy erre visszatérünk, hogy elvileg Trudy Coopert megpróbálta volna Molly Cobb beszervezni a első formálódó amerikai női űrhajós csoportba, és azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a férjén keresztül próbálja meg ezt a dolgot így nyomatni, hogy a NASA-hoz meg a közönséghez eljusson ez a mozgalom, ez a kicsit underground mozgalom, hogy alulról szerveződjön egy amerikai női űrhajós csoport. Ez nem igaz. Tehát ez... Ez a For All Mankind-ba sikerült egyébként egy teljesen fikciós sorozatba. Ott sikerült. Igen, és ott is egyébként az egyértelműen a Trudy Cooperről mintázott karakter lesz az, csak ott ugye más nevet kap, talán ennyi, de ott is tök egyértelmű, tehát ott ugye annak a stábnak is ez a fixáció, ők is felfedezték azt a lehetőséget, hogy a Trudy Cooper bele lehetett volna ebbe tenni, de a valóság az, hogy ugye itt arról volt szó, hogy tényleg 13 plusz 1, tehát összesen egyébként 14 nőt orvosilag alkalmassá nyilvánítottak mindarra, amire a Mercury űrhajósokat alkalmassá nyilvánították a kiválogatásuk során, mert a Lovelace magánklinikán végrehajtották ugyanazokat a fiziológiai teszteket, amiken az űrhajósok átestek, amikor kiválogatták őket, de ez nem a NASA-nak a programja volt, hanem annak a tábornoknak a saját kutatóprogramja volt, orvostábornoknak, aki vezette azt a magánklinikát. És valóban ezen több nő, akik egyébként olyan értelemben sose voltak csoport, hogy sose találkozottak egymással így egybe, de tényleg 13, meg állítólag még egy, tehát 13-14 nő összesen akkoriban átment ezeken a vizsgákon, és akkor persze elkezdődött valami levelezés NASA adminisztrátorok felé, a női csoport egyes tagjai, igen, mondom, nem csoport, tehát ilyen értelemben sose voltak ők egy csoport, de akik átmentek a vizsgán, közülük néhányan valóban elkezdtek szervezkedni ez ügyben, és akkor nagyon csúnyán lelettek pattintva, hogy szó se lett róla, de a Trudy Coopernek ehhez az egészhez tudtommal, meg az általam olvasott források szerint semmi köze nem volt. Tehát ez teljes egészében hollywoodi fikció, és ahhoz képest meg marha jó pofa, ahogy mondod, hogy kb. Ugyanezt a lehetőséget felfedezték a For All Mankind filmsorozat tervezői is. Ott viszont ez egy alternatív történelem szál, és ott viszont életre hívják az amerikai űrhajós csoportot, mert női űrhajós csoportot, mert az oroszok is. Az oroszok ugye abban az alternatív történelemben megelőzik az amerikaiakat a Holdon, aztán ráadásul egy nőt is küldenek a Holdra, és amikor már az oroszok nőt küldenek a Holdra, akkor aztán már az amerikai PR-osok azt mondják, hogy akkor most már ezt a szégyen nem hagyhatjuk. Most ebben a filmben ugye ez a szál, hogy ezt beletették, ez gondolom azért jó, mert így a Gordon Cooper családi felemelkedése és bukása az nagyon szép ívben
bemutatható, ugye neki ott a nyilatkozattal ér véget a idilli magánélete, amikor azt mondja, hogy ugye kérdezik tőle viccesen, hát a korszellemnek megfelelően, ugye ilyen kételkedve és lenézően kérdezik tőle, hogy női űrhajósok, eleve ez a téma, hogyha felmerül, akkor mindenütt ez a reakció, és ugye nem mondhatja azt, hogy ő bízik ebben, és persze, és támogatja a feleségét meg minden, mert egyszerűen olyan a kornak az elvárása, a társadalmi elvárás, hogy egész egyszerűen erre nem mondhat egy bizakodó választ ott a kamerák előtt, és azt mondja, hogy hát, hogyha fölküldtünk egy csimpánzt is, vagy valami nagyon durva, ilyen iszonyatosan égő, borzasztó izét nyom, ez mennyire, ez teljes egészében, ez is egy kitalált interjú, vagy ez így el van? Én erről az interjúról nem tudok. Én átpasszolom. Szerintem ez fikció egyébként, de pont ezt a részt akartam kiemelni. Igen, ez szerintem egy, azt mondom, hogy egy ilyen dramaturgiai megoldás. Nem tudok róla, hogy lett volna ilyen. Azzal, hogy abban az időszakban simán elhangzik, és ez azt mondom, az akkori politikai korrekt kategória, akkor még beletartozott volna simán, tehát ezért senki nem akadt volna ki, de szerintem ez akkor is fikció. Viszont átvezet egy olyan szállat, amit még nem érintettünk, hogy itt az állatkísérletek, hogy ugye itt a Mercury próbarepüléseknél, ugye az amerikaiak az oroszokkal ellentétben ugye majmokat reptettek, és ugye a hivatalos tájékoztatás szerint valamennyi kísérlet sikeres volt, és egyetlen állat sem veszett oda. Most nyilván ez persze ugye ellenőriz minden, nem tudjuk, viszont egy érdekes szál a kísérleteknek, azzal, hogy ugye Oroszországban ugye tudjuk ezeket, ugye a Lajka kutya története, ugye ez mindenhol ismert, meg utána ugye az a két űrkutya, akit először ugye visszahoztak, nyilvánvaló, hogy ott aztán meg még kevésbé foglalkoztatta, gondolom, az akkori űrkutatás műszaki megoldásért felelős vezetőknek az állatok sorsát, mint az USA-ban, de nyilván akkor sajnos úgy mondom, hogy ilyen fogyóeszközök voltak, de állítólag valamennyi majmot az amerikaiak visszahozták, és nem volt áldozata. Igen, és egyébként... Ugye Sam volt ez az első csimpánz, akit föllőttek, fölküldtek, azt hiszem, hogy ott a filmben a Ham is nevű csimpánz, de létezett egy Miss Sam nevű Rézusz majom egyébként, az viszont nem Mercuryn repült, hanem még korábban egy ilyen kisebb ballisztikus rakétán, de az nem a Mercury programhoz egyértelműen kapcsolódik, de ő a Miss Sam nevű majom is túlélte, de a Ham nevű csimpánz, aki volt az első, aki ugye, aki miatt a Shepard lényegében nem előzhette meg Gagarint, mert ő, ugye az volt, azt jól bemutatja mondjuk a film, hogy akkor volt, azt szerintem politikai úgy nagyjából a dolgok menetét úgy jól bemutatja a dolog, hogy ugye 60-61-ben történt meg az, hogy az leköszönő Eisenhower adminisztráció átadta a Kennedy demokrata kormánynak, hogy a republikánus Eisenhower-t a demokrata Kennedy követte, és óriási nagy fiaskókkal indult a Kennedy elnökség. 1961-ben rögtön ott volt például az a Disznóöböl nevű kudarc, ami ugye a Fidel Castro által, ugye Kubában nem sokkal előtte, 1960-ban győzött az úgymond a szocialista forradalom, és akkor az amerikaiak, a CIA pontosabban, egy kubai emigránsokból álló ilyen kis gerilla csapatot próbált oda beküldeni, hogy a Castroikat eltegyék a láb alól, ugye Florida felől, titkos akció lett volna, de kitudódott és csúfos kudarccal végződött, aztán utána itt jöttek a mindenféle egyéb rossz hírek, és a Kennedy nagyon félt, hogy most ebben a politikai légkörben az, hogy egy amerikai ember fölmenne az űrbe, és mondjuk felrobban a rakéta, ami akkor simán benne volt a pakliban, mint láthattuk, az egy óriási nagy fiaskó lett volna neki, és ezért az ő elnöki tudományos tanácsadója, Wiesner, aki szintén megjelenik a filmben, valóban azt kérte, hogy még egy, még kettő tesztrepülés legyen, ami sikeres, mielőtt egy ember fölmegy az űrbe. Ezen tesztrepülések egyike volt a Ham nevű csimpánz útja, 61 márciusában, vagy valahogy akkor tájt, ami kb. Teljes siker volt, hiba határon belül,
de ezzel egyébként el is ment az esély, hogy megelőzzék az oroszokat, mert ugye 61 áprilisában meg fölment Gagarin. Szóval igen, ezek az állatkísérletek, ezek fontosak, és elkerülhetetlenek voltak. És emlegetted Nándi a lajkakutyát, és én pont a napokban rengeteget gondolkoztam lajkakutyán, mert van valami a lajkakutya kapcsán, amit nem szoktunk megbeszélni, hogy ugye a lajkakutyáról ugye annak idején azt állították, hogy amikor ő fölment az űrbe, akkor ő ott keringett, és jól volt, és jöttek le az élettani adatok, és aztán kb. 7 nap után, amikor elfogyott a kajcsia, akkor az utolsó adag kajájába bele volt keverve valami méreg, és akkor ő ott fájdalommentesen elpusztult. Ugye? Ő volt az első élő lény, aki egy huzamosabb ideig fönt volt az űrben. Na most ehhez képest a 90-es években, vagy 80-as évek végén, amikor kijöttek a szovjet űrprogram viselt dolgairól az ilyen kis infók, amik addig csak pletyka szintén voltak meg, de aztán ugye megnyíltak az archívumok, akkor ugye kiderült, hogy a Laika kutya az tulajdonképpen a földkörüli pályára állás után nem sokkal meghalt, mert valójában leszakadt az a hővédő burkolat a kabinjáról, ami megtartotta volna őt a megfelelő hőmérsékleten, és emiatt igazából tulajdonképpen szegényként ott megfőtt. Tehát nem nagyon sokkal élte túl a pályára állást. És akkor most, amin én gondolkozok már napok óta, hogy mennyire hihetetlen, hogy az orosz tudósok ennek ellenére mégis bejelentették, hogy ez a kutya ott él és virul. És azért mondom, hogy ez hihetetlen, vagyis durva, mert ez egy ellenőrizhetetlen. Tehát akkor 1957 novemberében még senki nem tudhatta, hogy egy 2-3 órás, pláne egy hetes űrben való tartózkodást egyáltalán túl lehet-e élni. Tehát, hogy az egész az, hogy egyáltalán elkezdték az emberek űrrepülését tervezni keleten-nyugaton, az abból a megnyugtató premisszából indult ki, hogy egy hétig, pedig tudtak már akkor a kozmikus sugárzásról, meg hogy a súlytalanságnak ki tudja milyen hatásai vannak, ugye, tehát voltak félelmek. Tehát akkor ez egy sokkal nagyobb lépés. Igen, ezt akarom mondani, hogy óriási pókerarccal az oroszok bekamuszták azt, hogy ez a kutya egy hétig jól élt az űrben. Holott ez nem volt igaz. És mégis... Egy kutya baja se volt, azt mondták, ugye? Azt mondták, hogy kutya baja se volt, szépen elmügödött, aztán elfogyott a kajcsia, és fájdalommentesen eltettük láb alól. Ez hihetetlen. Most képzeld el, hogy nem volt ilyen, de hogyha kiderült volna, hogy valami fizikai jelenség miatt egyébként tök lehetetlen, hogy bármi életben maradjon, az mondjuk, mit tudom én, 2 óránál tovább, amennyit akkoriban tudtunk ezekről a dolgokról, simán benne lehetett volna. Tehát itt véletlenül nem estek pofára ezzel, szerencsénkre, és akkor végül mehettek az emberek, mehetett Gagarin, mehetett Shepard, de meg persze előtte aztán tényleg voltak a kutyák, hát Nándi mondta, valóban több kutya ment föl, aztán azok vissza is jöttek, meg minden, de hogy egyáltalán elindulhattak az emberes földkörüli pályát célzó projektek, minden orvos azt mondja, Amerikában is megnézzük a Mercury program indulásakori dokumentumokat, hogy a szovjetek 1957-es állatkísérlete óta tudjuk, hogy a magasabb rendű élőlények földkörüli pályán való tartózkodása lehetséges. Tehát tervezzünk egy űrhajót embernek. Tehát, hogy innen indult. Ez hihetetlen. De valahogy ezt nem szoktuk túlhangsúlyozni, hogy itt mekkora blöffelés volt. Így van, és ezt olvasni módon... végig, tehát egész pont, amit mondasz, hogy gyakorlatilag a rendszerváltozási kiadott iszonyú mennyiségű űrhajózással, űrkutatással foglalkozó kötetnek ez egy alapvetése volt. Tehát olyan, ami ugye erről a Sputnik, ugye az a 2-es volt, azt hiszem, ugye a Laika, amivel ment. Tehát a Sputnik 2 az nem volt olyan kötet, ahol ne szerepelt volna, mint az első élőlény, meg úgy egyébként is nyilván a dicsőséges kezdet, és ezt leírták évtizedeken keresztül, és ez egy megkérdőjelezhetetlen alapvetés volt ezekben a kötetekben, és utána valóban ez volt, hogy szerencsétlen állat lényegében nagyon hamar elpusztult. Ugye mindig volt az orosz úrkutatásban, mindig volt ez egy kicsit egy ilyen megszépítő, ez hogy egy ilyen retusálás, amikor amit már hagytak is úgy volt, azt is egy kicsit szebbre retusálták, mint valójában. És ezek ugye a legkülönbözőbb, ugye nyilván itt ilyen 1000 történetet tudtok ti is hozni, meg ugye foglalkoztok vele, meg én is, ugye egyik kedvenc témám.
De ez is egy ilyen volt, tipikusan egy ilyen volt. Igen, csak ezt egy még nagyobbnak érzem, mert senki nem tudhatta, hogy lehetséges-e, amit állítanak. És a tudományos kamuk ilyen módon megvan a kockázata, hogy rögtön kiderül, mert az amerikaiak is felküldenek előbb-utóbb valami élőlényt, és kiderül, hogy az űr az annyira rossz környezet, hogy nem lehet ott megmaradni. Szerencsénk van, hogy nem ez derült ki. Meg hát szerencséjük volt az orosz propagandistáknak is ilyen módon. Tehát kicsit olyan, mintha, mit tudom én, stúdióban megcsinálnál egy holdra szállást, de közben kiderülne, hogy a holdtalajra nem lehet leszállni, mert elsüllyed egy űrhajó, és lehetetlen az egész. Mert például homok. Ilyen szinten nem tudták a dolgokat, ilyenektől tartottak. Tehát a 60-as években nem lehetett tudni, hogy a holdtalaj... Tehát ez is tök jó volt. Kennedy azt mondta, hogy az évtized végére küldjetek embert a holdra, ja, akkor még senki nem tudhatta, hogy egyáltalán a holdporra rá lehet-e állni. Tehát ezek valós félelmek voltak. De ma már elképzelhetetlen, hogy milyen szint... És tök jó egyébként a Merkuri program szempontjából is megérteni, hogy ma már elképzelhetetlen, hogy milyen szinten nem tudtak akkor még az emberek semmit arról, hogy mi várja őket odakint. És ezért ez egy óriási heroikus történet, az egész korai űrkorszak. És fantasztikus. Na, urak, itt a sorozattal kapcsolatban ti egy kicsit... óvatosabban fogalmaztatok, mint én, de azért megpróbálok még itt az adás végén kiprovokálni valami kritika jellegű meglátást tőletek is. Én úgy éltem meg ezt az egészet, hogy amit itt bemutatnak nekünk, az egy foci csapat is lehetne, pedig azt hinné az ember, hogy ez egy olyan speciális korszak, olyan speciális dolog ilyen jelöltnek lenni, és ennek az élete egy szétválaszthatatlan a magánéleti problémái attól, hogy ő éppen egy űrhajós, de ebben a filmben nem, és én ezért vagyok egy kicsit csalódott, és az, ami kimaradt a filmből, azt most tőletek maradéktalanul megkaptam. Tehát az állításom, hogy nem kell, hogy... Tehát nem játszik sajnos ez a fontos program, ez az esemény, ez az úttörő valami egyáltalán szerepet abban, hogy ebben a sorozatban hogyan halad előre a történet, szerintem legalábbis nekem ez a meglátásom, holott szép, meg jó, meg szórakoztató, ahogy Nándi is mondta, tök jók a megoldások, de nem állít szerintem emléket magának a Mercury programnak. Igen, hát én sem ezt az emléket állítottam volna. Én is hiányoltam azokat a dolgokat, tudod? Tehát azt pontosan azokat, amit az Apollo 13-at is az miatt imádjuk, ahogy összerakják a széndioxid szűrőt, meg ezek a kis apróságok, amiket azért valóban jól szoktak adagolni a modern. Tehát az Armstrongos filmben is, ugye? A First Man. Ott is... Igen, ott bár is azért ott is volt, az a kaptunk magánélet, valamit, kaptunk valamit a technikából. A magánélet miatt, de valóban igen. Ott jó volt bemutatva a technikai része. Igen, ott is keveseltem, de megértettem, hogy oké, gyerekek, ez nem az Apollo 13, ez egy dráma. Ott is az volt, hogy ilyen értelemben ott ez egy apának a drámája, aki elvesztette a kisgyerekét, és aki egyébként meresleg az első ember, aki eljutott a holdra, de még így is, ugye sokkal több technikai részletet láthattunk. Ez baj. Valóban lett volna mit megmutatni, ez még nem az a film, tehát igen, teljesen egyetértek igazából, hogyha ezt akartad kiprovokálni, én is így érzek ezzel kapcsolatban. Egy kicsit így éreztem már az 1983-as filmmel kapcsolatban is, és most még inkább így érzek a sorozattal kapcsolatban. Ugye, még egy mondatot hadd fűzzek hozzá, egy pont, amit említesz, hogy nekem maga az alapvetés is, hogy ugye ez erre a már jól ismert kötetre alapul, amiből ugye filmet is csináltak, tehát maga az egész genezise is lényegében egy ismétlése valaminek egy modern köntösbe, de annyira viszont nem sikerült egy ilyen pörgős sorozatot csinálni belőle, úgyhogy ez az elme egy, úgy mondom, hogy meg lehet nézni, de úgy mondom, aki viszont kevésbé fanatikus, vagy nincs háttérinformáció, megkockáztató, nem is nagyon érti, hogy miről van valójában szó, mert ha nem ismeri a karaktereket, akkor egy ilyen kicsit lelassult délutáni sorozatnak is tűnhet. Úgyhogy ennyi. Nekünk azért azt mondom, hogy érdemes volt megnézni, meg egy beszélgetés mindenképp megért, mert csak azért is, mert egy csomó olyan szál is elhangzott, ami ehhez köthető, és viszont fontos és érdemes volt róla beszélni. Hát köszönöm szépen, urak, ez egy élmény volt, és akkor kedves hallgatók, műsorvezető társaim nevében most megköszönöm a figyelmet.
Sziasztok! 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 Leállítom a felvételt! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu